Sikeres és népszerű a rezsicsökkentés, Európában már követői is lennének a magyar mintának, és ráadásul a szolgáltatók legalábbis itt a megyében be is tartják a rezsicsökkentéssel kapcsolatos előírásokat és jogszabályokat, emellett pedig a kamarákkal is együttműködik a kormányhivatal. Jó estét kívánok, köszöntöm a Győr Plusz Televízió kedves nézőit. Ez itt a konkrét, és csak azért vezettem föl ilyen hosszan ezt a beszélgetést, mert hogy ezekről fogunk beszélgetni a következő percekben. Széles Sándor úr, a megyei kormány megbízotta, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! És köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nagyon sokat hallunk a rezsicsökkentésről, hónapok, hetek óta csak erről beszél az ország, illetve főleg erről beszél az ország. Miért is volt ilyen sikeres és népszerű ez a rezsicsökkentés, hiszen az elején, amikor ez elindult ez a történet, akkor sokan szkeptikusan fogadták, és azt mondták, na ezt nem lehet megcsinálni, aztán lám mégis. Sőt, tökéletesen lett végrehajtva az első ütem, főleg Győr-Moson-Sopron megyében. Pont ezt vizsgálja a kormányhivatal több szakigazgatási szerve, de kiemelten a fogyasztóvédelem. Itt arra voltunk kíváncsiak, hogy a szolgáltatók a megyében milyen módon hajtották végre azokat a törvényi előírásokat, amiből a lakosság láthatja, tudhatja, hogy mennyi az a díjcsökkenés, amit a rezsicsökkenés kapcsán a vállalkozók, a szolgáltatók jóváírnak számukra. A 10%-ot Győr-Moson-Sopron megyében valamennyi érintett szolgáltató jóváírta, a pénzeket vagy levonták, vagy visszautalják, de ez a számlában is megjelenik. És nagyon pozitív volt a tapasztalat, Győr-Moson-Sopron megyében senkit nem kellett felelősségre vonni, egyetlen egy szolgáltatót sem, hogy nem a törvényi keretek között tette mindezt. Sőt, vannak olyan kiemelkedő példák, ahol látjuk, például a távfő szolgáltatók esetében kiemeltük a Sopron Holding ZRT-t, aki 100%-ban teljesítette valamennyi törvényi előírást, amire szükség van ahhoz, hogy a fogyasztók lássák hónapról hónapra, hogy mennyivel csökken a hőszámlájuk. De elmondható ez a többi fogyasztóról, illetve a többi szolgáltatóról is. A víziközmű szolgáltatók, hulladékszállítók, a kéményseprő díja is csökkenni fog, és az energiaszolgáltatók novemberben még további 10%-kal csökkentik majd a számláikon lévő összeget, kiszámlázott összeget. Tehát összességében nagyon pozitív tapasztalataink vannak, ami nem nekünk fontos, hanem főleg a lakosságnak. Lehetett arra számítani, hogy ennyire jól működik majd ez a csökkentési rendszer, hiszen ahogy a felvezetőben mondtam, szerintem Európa szerte felkapták a fejüket erre a kezdeményezésre, mert hogy ilyen nem nagyon volt még sem az Unióban, sem az Unión kívül, és ráadásul még a szolgáltatók is szinte maradéktalanul legalább itt a megyében betartják. Én a megyével kapcsolatban nagyon optimista voltam, meg voltam róla győződve, hogyha megjelenik egy jogszabály és az a szolgáltatókra kötelezettségeket ró, akkor az eddigi gyakorlatnak megfelelően úgy fogják teljesíteni a kötelezettségeiket, ahogy azt illik. Ezt meg is tették. A másik kérdés, hogy hát ez könnyen ment-e, azt nem mondanám, hiszen láttuk a parlamenti küzdelmet, hogy nagyon sokan voltak, akik a rezsicsökkentést nem akarták elfogadni, tudomásul venni, inkább a multicégek mellé álltak, tehát a baloldali pártok, pont akiknek az elesett szegény réteget kellene képviselni az elméletek szerint, ők voltak a multik mellett, és egy fordított szereposztás következett, hogy a jobboldali pártok álltak inkább az elesett szegény emberek mellé, és végigvitték ezt a rezsicsökkentést. Ez nagyon fontos mindenkinek, tehát nem csak Magyarországon, mint kiderült, hanem az egész európai közösségben követői lesznek ennek a rezsicsökkentésnek. De hogy miért volt fontos? Magyarország az elmúlt években egy olyan helyzetbe került, hogy a bérekhez képest, a jövedelemhez képest Magyarországon fizettük a legtöbbet az energiáért, a vízért, a hulladékért, amit elszállítottak tőlünk. Ezekkel a csökkentésekkel azt fogjuk elérni, hogy valahol a középmezőnybe fog a magyar lakosság teljesíteni, tehát valahol a teljesítő képességének megfelelően fog a rezsivel szembesülni. Ennek lesz még egy oldala, vagy van még egy oldala, sokkal jobb lesz a hozzáférhetőség a szolgáltatásokhoz, hiszen azt látjuk már az első hónapok után, hogy mivel csökkent a rezsi számla, ezért sokkal többen szeretnék és akarják és tudják befizetni a rezsidíjat, tehát nem lesznek kizárva a szolgáltatásokból. Vannak olyan szolgáltatásformák, ahol ez meghaladja a 30%-ot, már az első hónapok ezt mutatják. Ha további csökkenés várható, díjcsökkenés várható, akkor vélhetően tovább erősödik a szolgáltatáshoz való hozzáférés, jobb lesz a fizetési fegyelem, és egyre többen veszik igénybe ezeket a szolgáltatásokat. Hát pontosan ez a cél,
hogy egy olyan minőséget tudjunk a lakosságnak nyújtani ezen keresztül is, ami a jobb életszínvonalat jelenti mindenki számára. És ami jó tanulság számomra, hogy a jó állam funkciója tovább erősödik, hiszen az állam képes olyan szolgáltatást adni, egyrészt, hogy csökkenti hatósági árakat, másrészt ezeket ellenőrizve a lakosságnak egy olyan biztonságérzetet ad, hogy a döntések végrehajtása az úgy történik, ahogy az országgyűlésben a döntéshozók eltervezik, mi pedig képesek vagyunk napról napra ezt ellenőrizni és végrehajtatni. Ez egészen más téma, de fontos téma, és a kormányhivatallal kapcsolatos. Néhány nappal ezelőtt a sajtónyilvánosság előtt 7 kamarával együttműködési megállapodást kötött, vagy inkább erősített meg a megyei kormányhivatal. Mi is beszámoltunk erről a híradónkban. Erről most egy kicsit bővebben, miért volt fontos, hogy szorosabbra fűzzék ezt a kapcsolatot ezzel a 7 érintett kamarával? Mind a gazdasági, mind a szakmai kamarákkal szó szerint együttműködést kötöttünk, együttműködési megállapodást, hiszen mi adni szeretnénk, de kapni is szeretnénk. Adni azt tudjuk, hogy a meglévő szakember hálózatunk, a meglévő szakember állományunk képes lesz a kamarai tagoknak olyan tájékoztatást adni, ami a változó jogszabályi környezetben napra készé teszi őket. Mi meg azt szeretnénk kapni, hogy a kamarai tagság folyamatosan jelzi felénk azokat a problémákat, amivel ők, mint vállalkozók, mint szakmai emberek szembesülnek, hogy ezeket akár jogszabály környezet módosításával tudjuk orvosolni. Tehát mi olyan felterjesztéseket teszünk majd a parlament felé, illetve a szakminisztériumok felé, ahol ki tudjuk szűrni a vállalkozásokat érintő gondokat, és a gazdaság élénkítését tovább tudjuk segíteni. Ez a kapcsolat egyébként korábban is megvolt, csak szorosabbra kellett fűzni, vagy ez egy teljesen új dolog? Van olyan kamera, amivel nem volt élő a kapcsolatunk, most szerettük volna a szakmai kamarákat is bevonni ebbe. A gazdasági kamarákkal nagyon szoros volt az együttműködésünk. A kollégáim, főleg a vezető kollégáim rendszeresen jártak kamarai alkalmakra, illetve a kamarák szerveztek olyan alkalmakat, ahol a vállalkozók bennünket tudtak már most vagy eddig tájékoztatni, de most meg lesz a kerete, meg lesz a formája, tehát ezzel mi kötelezettséget is vállaltunk bizonyos tevékenységre, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy egy következő lépcsőre, egy következő minőségi szintre léptünk, ami mindannyiunk közös érdekét szolgálja. Őt az aláíráskor én szó szerint megkérdeztem minden egyes kamara megyei elnökét, hogy ők mit várnak ettől a megállapodástól, mennyiben profitálhatnak ebből az együttműködésből, de az erősödő kamarák segítségével maga a kormányhivatal és az állam mennyit erősödhet. Tehát mondjuk váltsuk apró pénzre a hétköznapokban, mennyiben lesz gördülékenyebb, hatékonyabb, jobb ez a munka, minőségibb? A gazdasági kamaráknak óriási rálátásuk van a hétköznapi problémákra, az életre. Mi ezt szeretnénk magunkévá tenni. Tehát mi mindig hatósági oldalról közelítjük meg az életet. Szeretnénk látni, hogy a hatósági problémákkal hogyan szembesülnek a vállalkozók, a kamarai tagok. Tehát egy életszerű problémafelvetést szeretnénk, és nekünk ez nagyon fontos, hogy egyrészt fel tudjunk készülni, tehát a kollégáim pontosan tudják, hogy mi vár rájuk, ha kimennek egy ellenőrzésre, mi az, ami súlyozottan figyelni kell. És ez minden becsületes kamarai tagnak igaz, hiszen az egyik célunk az, hogy a fekete gazdaságot számoljuk fel. És a kamarai tagoknak is ez is egy nagyon fontos célkitűzésük, hogy minél tisztábbá, átláthatóbbá tegyék a rendszert. Ha tisztul a rendszer, akkor bizonyára az állami bevételek növekednek, ezáltal az adózás mértéke csökkenhet. Tehát hosszú távon mind a két félnek, az államnak és a kamaráknak is megéri az együttműködés, de a másik oldalon megjelenik egy presztízs növekedés, ha mi meg tudunk jelenni a kamarák előtt rendszeresen, és őket tudjuk tájékoztatni, ők nem úgy tekintenek ránk, mint a mumusra, hanem mint együttműködő félre. És ugyanezt várjuk mi is, hogy a kamarai tagság, ha megjelenik a kormányhivatalba, a hatóság előtt, akkor a legjobb tájékoztatás mellett partnereket lássanak, és ne kiszolgáltatott, hatóságilag ellenőrzött ügyfeleket. Nem tudom, hogy más megyéknek van-e hasonló megállapodásuk a kamarákkal, de azt viszont látom, hogy például Ausztriában, Németországban a kamaráknak óriási tiszteletük van, meg hatalmuk van, meg erejük van, és ezt lehetne most ugye ötvözni az állammal. Van egyfajta ilyen példa? Mert hogy a kamarák is erősödnek, például Agrárkamara, Kereskedelmi és Iparkamara, és ők szépen lassan elérnek arra a szintre, mint nyugati szomszédainknál, de mondjuk, hogyha ez a kapcsolat a két erős partner részéről erősödik, az abból gondolom mindenki profitálhat. Az országban mi voltunk az elsők, akik ezt az együttműködést megalapoztuk és kialakítottuk. Ajánlottam is minden kollégámnak jó szívvel a figyelmébe. Győr-Moson-Sopron megyére általában az együttműködés a jellemző. Tehát ez a kulcs szavunk
a kormányhivatal működésében. Nem csak a kamarákkal, hanem más köztestületekkel is hasonló módon működünk együtt, de együttműködési kényszerünk van Ausztriával, Szlovákiával. Ha most a katasztrófavédelemre, a közlekedésre gondolok, akkor nem kerülhetjük ki az együttműködést, oda kell figyelni a másik szavára, a másik hangjára. És ugyanígy gondoltuk a kamarákkal kapcsolatban is, tehát mi együtt akarunk működni, és erre nyitott fülekre találtunk a kamarák részéről, mert ők is szeretnének pontosan ezért, hogy a kölcsönös előnyöket tudjuk érvényesíteni. Megvárjuk majd, hogy ebből mi átlag állampolgárok mit fogunk profitálni. Kormány megbízott úr, köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, és további jó munkát kívánok. Köszönöm szépen. Kedves nézőnk, ez volt mára a Konkrét, találkozunk legközelebb, és akkor is számítok önökre. A viszontlátásra. A műsorvezető ruházatát a Carlo Benetti és a világmárkákat is forgalmazó Griff Collection üzlethálózat biztosította.